A magyar közút az autópálya ide első részével együtt összesen 2266 km hosszú útszakaszt üzemeltet a megyénkben. Ebből mintegy 10%-nyi utat újítanak fel a közeljövőben, amely munkálatok egy része már el is kezdődött. Mondta el a projektek ismertetéséről szóló sajtótájékoztatón a ZRT megyei igazgatója. Két program keretében újítjuk fel. Az egyik a terület és településfejlesztési operatív program keretében történik, ahol összesen több mint 60 kilométer kerül felújításra. A másik program az úgynevezett 100 milliárdos program, ebből pedig több mint 90 kilométer úthálózatunk kerül felújításra. A felújított útszakaszokon természetesen nem csak a burkolatok építésére kerül sor, hanem az autóbusz leszálló peronok, az autóbuszöblök átépítésére is, és figyelünk arra, hogy a földútcsatlakozásoknál megerősítésekre kerüljenek a csomópontok. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke a rendezvényen hozzátette. A rendelkezésre álló forrásokat úgy osztották el a felújításra szoruló utak között, hogy a kiemelt funkciókat és feladatokat ellátó, valamint a gazdasági szempontból jelentős útszakaszokat helyezték előtérbe. Igyekeztünk most a rendelkezésre álló forrásokat pontosan azokra az útszakaszokra összpontosítani, amelyek egyrészt felújításra szorulnak, másrészt pedig olyan funkciókat töltenek be, akár egy település belterületén, vagy akár külterületén is, amelyek vagy a település szempontjából, vagy pedig akár olyan gazdasági szempontból plusz funkcióval bírnak, ami mindenképpen megoldásra szorul. És ha lehet kiemelni, akkor mindenképpen kiemelném azt az útszakaszt, amely Nyírbátort köti össze az M3-as autópályával, amely azt hiszem, hogy gazdasági szempontját tekintve az egyik legfontosabb útszakasz jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és ezt nagyon örülünk, hogy ennek a felújítása már el is kezdődött. Baracsi Endre a rendezvényen hozzátette, az útfelújítás mértéke és az útfelújításra fordítható költségkeret nagyságrendje egyedülálló léptékű az elmúlt évtizedekhez képest.